10 éve nem volt rá példa, emelik szolgáltatásai díját a mobil szolgáltatók. 10 év után először emelkedtek a mobil tarifák Magyarországon. Szakértők szerint nem lehet kizárni, hogy a válságadót próbálják az ügyfelekre terhelni a szolgáltatók. A Nemzeti Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. 10 év után először drágulnak a mobil tarifák. Az egyik szakújság összesítése szerint a Vodafone augusztustól átlagosan 7,4%-kal emeli a tarifáit, a havi díjon felüli perc és SMS díjak 1 forinttal drágulnak. Májusban a T-Mobile két tarifa csomagjában 1, illetve 2 forinttal lett drágább a perc díj, a Telenornál pedig 70 és 1200 forint közötti összeggel emelkedtek a havi fix költségek. Szakértők szerint a mobil szolgáltatók a válságadót próbálják tovább terhelni a fogyasztókra, de az infláció és a forint árfolyam változása is okolható az áremelésekért. A válságadó biztos közreműködik ebben, hiszen ezt valahogyan meg kell téríteni, azért van több tényező. Ez az áremelkedés, amit most látunk a távközlési piacon, az viszonylag csekély, és még mindig sokkal kisebb az áremelkedés, mint amit látunk például élelmiszeren, gázon, villanyon, benzinen. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt adott ki, amelyben ez áll. A távközlés nem árszabályozott szektor. Az a tény, hogy egyes mobilszolgáltató árat emel, nem feltétlenül az általuk fizetendő ágazati különadóra vezethető vissza. A Nemzeti Médiahatóság ennek ellenére vizsgálatot indított a szolgáltatók áremelései miatt. A hatóság tervei szerint januártól csökkennének a nagykereskedelmi árak, amelyet a szolgáltatók egymásnak fizetnek, ha ügyfeleik a másik hálózatba telefonálnak. Ez a terv azt tartalmazza, hogy 3 év alatt felére csökkenjenek a nagykereskedelmi díjak, és ez eredményezi majd a szolgáltatók kiskereskedelmi díjainak csökkenését is. Ezt pedig ellenőrizni fogjuk. Vagyis a hatóság tervei szerint legkésőbb 2014-re újra csökkenhetnek a magyarországi mobiltarifák.